Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozóan csütörtöktől szombat éjfélig. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszanak sok folyadékot és húzódjanak árnyékba. Esztergom város önkormányzata a hőségriadó idején több helyen biztosít ivóvizet a városban. Esztergomban ismét megnyílik az oltópont, ahol a koronavírus elleni védőoltásokat lehet felvenni, közölte a Tatabányai Szent Borbála Kórház a közösségi oldalán. Az esztergomi kórházban augusztus 12-én, 26-án és 30-án lesz lehetőség beadatni a vakcinát. A kórház vezetőség közölte azt is, hogy a regisztráció és az időpont foglalás nem kötelező. A Magyar Csillagászati Egyesület csoportja állomásozik Esztergomban és Dorogon augusztus második hetében. A térségben több helyszínen lesznek jelen távcsöveikkel, ahol az érdeklődők megcsodálhatják az augusztusi hullócsillagzáport. A programsorozat fő célja, hogy minél többen élhessék át a csillagászati megfigyelések élményét.